Tölciban az egyik a szép, ez 650, ez pedig 354 száll. Az egyik szexádi kistermelő azt mondja, kevesebb, de nagyobb szemű őszi baracc termett az idén az időjárás miatt. Állandóan öntöznünk kellett egész eddig. Ami kizsazső volt, ennyire ázottatt a föl. Az Alföldről érkezett édes gyümölcsért 700 forintot kértek el a szexádi piacon. A Szegeden vesszük 699 forint kilója. A kajszi barack ennél is drágább. A bátaszéki termelő szerint a gyenge termés elsősorban a tavaszi fagy, az aszály, a nyár elejé esőzések miatt van. Fagyás volt tavasszal, és akkor a kajszi barack főleg nagyon elfagyott, tehát nagyon kevés fajta az, ami megmaradt. Mennyi kilója? Hát most egy 900-ért adom itt ezt az utolsó fajtát, ami még van. Nem csak a gyümölcs, hanem a zöldség is jelentősen drágult. A piacon a petrezselyem gyökér kilója 500-600 forint, a boltokban 900-1200 forint. Egy kiló cukkini 350 forint a termelőknél, míg az egyik nagy bevásárlóközpontban 430 forintot kérnek a tökféléért. A vevők azt mondják, alaposan megfontolják, mit vegyenek, mit főzzenek, de azt elismerték, hogy a piacon jóval kedvezőbb árakon jutnak hozzá az ebéd hozzávalóihoz, mint a boltokban. Alapján véve minden drága. Azért a levesekből nem spórolom ki a zöldséget és tehát a sárgarépát, az ellet, ilyesmit. De viszont a főzelékeknél már nagyon nagy bajba vagyunk, mint nyugdíjasok, mert ugye a zöldbabnak 1100 forint kilója. Lukulusz paradicsomot, amit nagyon szeretek. Mennyibe kerül? 700 forint kilója, de csak ezt tudom megenni sajnos. A Központi Statisztikai Hivatal májusi adatai szerint a gyümölcsök árai 80%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, amit alapvetően az alma árának 123%-os drágulása okozott. A körte felvásárlási ára 35%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A többi gyümölcs 50%-kal drágult. A zöldségfélék árai is jelentősen emelkedtek, különösen a zöldbabé. Több mint ötször annyit adtak a felvásárlók májusban a zöldbabért, pontosan 540%-kal nőtt az ára a tavaly májusihoz képest.